A multiverzum egy speciális és összetett elmélet, mely szerint a mi univerzumunk mellett számos más galaxis is létezik. Ez csupán egy hipotézis. Az viszont tény, hogy létezik egy másik multiverzum is, ami éppen egy éve van műsoron itt a televízióban, és amit hétről hétre nagy örömmel és kedvel készítünk el önöknek azért, hogy bemutassuk a legújabb találmányokat és kutatási eredményeket. Volt már űrutazás és gasztronómia, beszéltünk alvásról és zenéről, jártunk dinoszauruszok nyomában és hajmeresztő dolgokra vállalkoztunk. Első születésnapját ünnepli a multiverzum. Az elmúlt egy évről most a szerkesztőség tagjai mesélnek, és közben bekukkantunk a kulisszák mögé, hogy megmutassuk, hogyan dolgozunk hétről hétre a tudomány nevében, a forgatásoktól a vágószobáig. A munka a hétfői értekezleten kezdődik. Megtanultunk tudományos ismeretterjesztő tartalmakat közölni. Ugye nagyon nehéz volt az, hogy egy bizonyos témával foglalkozunk, és ennek különböző aspektusait nézzük meg. És nyilván a legnagyobb kihívás az az volt, hogy mindig megtaláljuk azt, ami egy picit tovább lendíti a témát, ami egy picit még hozzáad. Hogyha viszont személyes síkra terelem a dolgot, akkor a szerkesztőség megtanult együtt mozogni, együtt dolgozni. Mindig begyűjtjük a legújabb információt, a legújabb kísérleteket, kutatási eredményeket, és akkor ez alapján eldöntjük, hogy miről szóljon egy adott műsor, vagy az a lényeg, hogy nyitott legyen az ember. Tehát például, ha villamoson utazok, és megüti a fülemet egy gondolat, vagy egy mondat, amiről tudom, hogy ez érdekli a nézőt, akkor megpróbálunk elindulni ezen a vonalon. Hétfőn és kedden a bejátszót forgató riporterekké a terep, a szerda a mindig mindent kipróbáló Sőregi Márké, csütörtökön pedig a felkonferáló szövegek forognak Huszárik Kata és a Seregnyi stáb főszereplésével. De mit csinálnak ők? Az operatőrnek az a feladata, hogy a megfelelő képi világot megvalósítva alátámaszza a szerkesztők, riporterek, illetve a rendezők által megálmodott produkciót. Ugye említettem több területet is, a multiverzum és mint minden más televíziós adás igazából egy hatalmas csapatmunka. Itt nem egy, nem két ember dolgozik azért, hogy a hétről hétre a legkiválóbb tartalmakat próbáljuk a nézőknek közvetíteni, illetve előtárni. Ez nagyon-nagyon kemény munka és csapatmunka. Szerkesztő megírja az anyagokhoz, amiket a riporterek leforgatnak, megírja a felkonferáló, más néven konf szövegeket, és összerakja egy adásmenetbe. Ebből dolgozunk mi, utána a vezető operatőrrel, és a szövegekhez kitaláljuk a képi világot. Ez pedig a vágószoba, s ahogy mondani szokás, itt történik a varázslat, itt nyeri el végleges formáját az adás. A legfontosabb a változatosság, hiszen nincs két ugyanolyan nap. Mindig más anyaggal találkozom, mindig más témákkal találkozom. És a másik meg a felelősség, hiszen ugye itt nagyon sok ember munkája fonódik össze és gyűlik egy közös pontban, találkozik itt a vágóasztalon. Kihívásokkal teli, hiszen tudunk zenélni, kreatívkodni, effekteket bedobálni a bejátszókba. Azt hiszem, hogy ez talán a leghálásabb műfaj, mivel egy televíziós vágó tud találkozni. A multiverzumban nagyon-nagyon sok mindent lehet kipróbálni, játszani, ötletelni, kreatívnak lenni, és igazából tényleg határa csillagoség.